Most pedig engedjék meg, hogy bemutassam Sors Katát, aki a Szegedi Szimfonikus Zenekarnál játszik, és ő fog nekünk minket hegedűvel meglepni, hegedű szólókkal. Karácsonyi dalokat fogunk tőle hallani, de ezt ő maga el fogja nekünk mondani, hogy mit fogunk éppen hallani, amikor játszik. December az nagyon jó alkalom sok ünneplésre, kezdjük a Mikulással. Elhúztam magammal így, hogy segítsen nektek élengelni, de nem biztos, hogy minden rajta is megjön, mert nagyon sok van. Kezdjük egy... először csak bemutatom én a dallamot, a Mikulás Korás. Kedves Mikulás. Thank you.
leesik a hó, akkor ugye nagyon sokan szánkóznak. Illetve már akkor a szánt tudjuk használni közlekedési eszközként. És mivel a hó az akkor van egy olyan tulajdonsága, hogy elnyeri a hangot, ezért nagyon nehéz meghallani, hogy azokban valaki szemlél. Most erre kitalálták, hogy akkor csengőt használnak, és folyamatosan csengetnek, hogy a szemlőjéből vagy a úton más felől érkezik, meghallják, hogy más is van az úton. Mint ez csak egy olyan csengő hangja? Ez egy tipikusan ilyen száncsengő hang, ezt leginkább a karácsonyi dalokba szokták használni ezt a csengőt. Bye.